Az előadásnak a címét én választottam, nem adták meg. Ahogyan én látom püspökként a világot és benne országunk helyzetét, bár az lett kiírva a készprogramba, hogy visszatekintés és előretekintés, most én körültekintek és előretekintek. Az előadás címe Szellemi háború van és szellemi harc. Erről beszéltem az ott jelenlévő közgyűlés tagjainak. Háború van. A tőkés társaságok és a bankszektor háborúja a világuralom megszerzéséért. Ez a kettő szorosan összefonódik. És az embereik vírusként épülnek be a kormányokba, a vezető pozíciókba. Nekik nem egyes országok kellenek, hanem a világ fölötti irányítás, az energiahordozók és a vízkészlet fölötti ellenőrzés megszerzése. Csak így tudják nevelni a profitot és eladni az áruikat. Terveikkel szemben a legnagyobb akadály az egyisten hívő vallások, a zsidó, a keresztény és az iszlám erkölcsi rendje, valamint a nemzeti gondolkodás értékrendje. Szerintem ezzel is indokolható a fékevesztett keresztényüldözés, a zsidóság elleni támadások, az iszlám világ országai közötti káosz fenntartása háború kirobbantásával, és a nemzetállamok elleni küzdelem az EU-ban. Nem csak háború van, hanem szerintem szellemi harc is. Mindjárt megmondom, hogy miért. A háborút kirobbantók legnagyobb hadművelete jelenleg a népek, a kultúrák, a vallások összekeverése, láthatatlan, de annál hatékonyabb irányítással. Mesterük, még ha nem is vallják be, a gonosz, aki a Bibliában a diabolosz, a szétdobáló. Így az igazi ellenség nem valamilyen nép, nem emberi lények, hanem szellemi lény, a gonosz, akiről Jézus Krisztus kijelenti, hogy ő a hazugság fejedelme, aki gyilkos kezdetek óta. Ezért ez a háború egyben szellemi harc is, amely csak a vallások összefogásával nyerhető meg. A taktika mindenütt ugyanaz. Relativizálni, viszonylagossá tenni a jót és a rosszat. És ezt a háborút szakrális, vallási szintre emelni. Erre példa az öbölháború, az első öbölháborúban Bush Saddam Husseint, Saddam Hussein pedig Bush nevezte sátánnak. Ettől kezdve minden erőszakos eszközt jogosnak látott mindkét fél. A diabolosz, a szétdobáló, bevált módszere káoszt teremteni az erkölcsi értékrend ellenében. Ehhez ki kellett iktatni Istent a történelemből, az alkotmányból, az oktatásból és a kultúrából. Külső tekintély, Isten, vallás, egyház ma már nem mondhatja meg az egyénnek, hogy mi a bűn és az erény, mi a jó és mi a rossz. Ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie, amint azt is, hogy mit hajlandó elfogadni az intézményes vallások kínálatából. Ha nincs Isten, akkor az ember lép a helyébe. De az emberközpontú világ Isten nélkül embertelenné válik. Kiváló példa erre a francia forradalom jelszavainak az átalakulása, szabadságból szabadosság, egyenlőségből egyenlőtlen piaci verseny, a testvériségből pedig brutalitás lett. A diabolosz, a szétdobáló,
káoszt és zűrzavart teremtett az élet minden területén. Harc folyik az élet ellen, a fogantatástól az élet befejezéséig, az abortuszon át az eutanáziáig, és a nemi identitás megkérdőjeleződéséig. A múlt század legnagyobb forradalma, a szexuális forradalom is ezt a világuralomra törő célt szolgálta. Következményei a pornográfia, az erőszak, a kábítószer, az AIDS terjedése, az abortusz törvénybe iktatása. Következménye nem a nők felszabadítása, amiért az ideológusai indították, hanem szexuális rabszolgaság, a családok szétesése és a házasságtörés legalizálása lett. A legnagyobb győzelem ezen a téren társadalmi és média támogatottsággal a homoszexualitás egyenlővé tétele a heteroszexualitással. Nyugaton ma azok veszítik el az állásukat, sőt kapnak pénz- és börtönbüntetést, akik nem hajlandók azt mondani egy meleg házasságra, hogy az egyenértékű egy férfi és egy nő házasságával. Azok, akik nem hajlandók a férfit nőnek, a nőt pedig férfinak tekinteni. A diabolosz, a szétdobáló, káoszt és zűrzavart teremtett a fiatalok szexualitásában is. A gyermekek szexuális irányultságának intézményes manipulálása történik. Kötelező megtanítani őket azonos neműekkel partner kapcsolatot létesíteni. Az állam már óvodáskortól kezdve a szülők kiszorításával kezébe veszi a gyerekek szexuális praktikákra és magatartásmódokra való nevelését. Nemi tisztaságról már nem lehet beszélni, és tilos szót emelni az ellen is, amikor nyilvános helyen élik ki mások előtt szexuális vonzalmukat a fiatalok. Általánosan elfogadott elv, hogy a szexualitás pusztán a szórakozásért és a gyönyörért van, tagadva azt, hogy a szexualitás az életet szolgálja. Általánosan elfogadott elv, hogy a korlátlan szexhez joga van a fiataloknak, annak minden következménye ellenére egyetlen megoldásként az óvszerek osztogatását kínálva. Általánosan elfogadott elv, hogy a kévágy, a mohóság és a felelőtlenség nagy hasznára van az üzletnek, a piacnak és a kereskedelemnek. Általánosan elfogadott elv, hogy a problémákra az erőszak a megfelelő válasz, akár otthon, akár az utcán, akár az anyamében. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy senkit nem ítélek el azok közül, akik az említett területeken érintve vannak. Nem egyes személyeket, nem a fiatalokat, hanem helyzeteket, társadalmi tüneteket értékeltem a teljesség igénye nélkül. Mit tehetünk? Szellemi harc van, ahol jobb fény gyújtani, mint szidni a sötétséget. Egy jobb társadalom létrehozásához nem újabb tíz parancsolatra van szükség, hanem az erkölcsi elvek társadalmi elfogadottságára és azok betartatására, politikai, gazdasági és a kulturális élet minden területén. El kell érni, hogy az igazságosság, az erény, az önfegyelem, a bölcsesség, a bátorság, a hűség, a becsületesség, a felelősség egyetemesen, társadalmi szinten elfogadottságnak örvendjen. Ugyanakkor az igazságtalanság, a gyűlölet, az erőszak, a butaság, a gyávaság, az árulás, a hazugság, a bujaság, a kapzsiság
és a felelőtlenség egyetemesen társadalmi szinten el legyen ítélve. Peter Kreft Ökumenikus dzsihád című könyvében 10 pontban foglalja össze az erkölcs fontosságát. Jó megfontolni az alábbi szempontokat. Első, az erkölcs szükségszerű a társadalom fennmaradásához. Alternatívája a barbárság és a zűrzavar. Második, az erkölcs nem vallásilag vagy politikailag, hanem egyetemesen kötelező. Harmadik, az erkölcsösség az emberi természeten alapul. Nem ember által jött létre, nem változtatható. Az erkölcsöt nem feltalálják, mint a játékszabályokat, hanem felfedezik, mint a csillagokat. Negyedik, az erkölcs felszabadító és nem elnyomó. Nem a ne igyál mérget törvény káros az egészségre, hanem a méreg. Ötödik, az erkölcsösséghez erőfeszítés szükséges. Állandó küzdelem a bennünk és a közöttünk jelenlévő rossz, gonosz erők ellen. Hatodik, az erkölcs olyan, mint az útitérkép. Értelmet, célt és irányt ad az életnek. Hetedik, az erkölcs méltóságot és tartást ad az emberi lénynek. Azt parancsolja, hogy az embereket szeressük és a dolgokat használjuk. Nem pedig fordítva, a dolgokat szeressük és az embereket használjuk. Nyolcadik, az erkölcsösség észszerű és értelmes. Megkülönböztetjük a jót és a rosszat, de nem osztjuk fel az embereket jókra és gonoszokra, mert az már diszkrimináció. Magasra értékeljük az emberi szabadságot, de nem birtokolhatjuk a szabadságot igazság nélkül. 9. Az erkölcs nem egyszerűen szabadságról és jogról szól, hanem kötelességekről és felelősségről. És 10. Az erkölcs nem jogi természetű, nem csupán törvények, hanem jellem is. Ez a 10 pont politikai téren azt is érinti, miként kerülhetik el a kormánypártok a bukás veszélyét 2022-ben a következő választások nagy vizsgáján, annak ellenére, hogy idézőjelben minden tárgyból 5-ös kaptak. Erősödik a gazdaság, nő az átlagbér, nő a nyugdíj, a családok támogatása egyedülálló. Mit tehet a keresztény értelmiségiek szövetsége, és mit tehetnek a keresztény közösségek annak érdekében, hogy a helyzet változzon, és a szellemi harcot eredményesen vívjuk meg? Nem szabad elkeseredni. Szakítsunk a borulátással és a panaszkodással. Hiába lapátoljuk a problémát jobbra vagy balra, az ugyanaz marad. Nem változik. Csak nő a sötétség. A második, szeretnünk kell, és nem gyűlölni a mást, a másképpen gondolkodókat. A gyűlölet még több sérelmet és még több frusztrációt eredményez. Harmadik, sokkal radikálisabban, a gyökereinkhez visszatérve kell megélnünk a kereszténységünket. Egy felhígult, lanymeleg kereszténység tehetetlenül áll egy radikalizálódó iszlámmal és egy kemény, a média minden eszközét felhasználó keresztény üldözéssel szemben. Továbbá hallassák a hangjukat társadalmi szinten is a keresztény egyházak közösen. Csak ökumenikus szinten érhetünk el igazán eredményt
ebben a szellemi harcban. Következő, mutassunk követhető életpéldát a fiatalok számára. Kényelmes komfortzónákból kilépve hozzunk áldozatot a cél érdekében, az időnkből és a pénzünkből. És végül imádkozzunk egységben együtt, Istentől valódi erőt kérve, és kezdjük mindig az ellenségeinkért végzett imával, áldással. A szellemi harcban nagyon hatékony eszköz. Mit tehetünk még? Jézus szellemi harca számomra nagyon egyszerű, azért nem talált rajta idézőjelben fogást a sátán, nem csak a pusztában, hanem később sem, mert az ő eledele az volt, hogy az Atya akaratát teljesítse. Állandóan függni akart a mennyei Atyától. Ha szellemi harcot akarunk vívni, akkor ebbe az irányba kell haladnunk. Állandóan függővé kell tennünk magunkat Jézus Krisztustól. Vissza kell térnünk Krisztushoz, a világ világosságához, aki legyőzte a gonoszt, és elhozta Isten országát, Isten szeretet uralmát. Vajon hogyan lehetünk az örömhír közvetítő egy olyan Európában, amely szemmel láthatóan nagyon tudatosan távolodik Istentől? Philip Yancey Meghökkentő kegyelem című könyvében arról ír, hogy vissza kell térnünk ahhoz a Jézushoz, aki semmilyen emberi intézmény nem tekintett akadálynak abban, hogy szeresse az egyes embert. Ő szóba állt a szamariai asszonnyal, aki ma a mi szemünkben egy hírhedt prostituált lenne, és első misszionáriusává választja. Tanítványai között ott volt a vámszedő, aki ma az adórendőrség tagjai közül kerül neki, és a legharcosabb politikai csoportból egy zelóta, nálunk talán az egykori Magyar Gárda elkötelezett harcosa lett volna. Vissza kell térnünk ahhoz a Jézushoz, aki őket is meghívta és meghívná a követésére. Jézus elismerően nyilatkozott az ellenkultúra képviselőjéről, Keresztelő Jánosról, ma egy szekta vezetőjének tekintenék a hivatalnokok. Beszélgetést folytatott a hithű farizeussal és tanácsossal, Nikodémussal, aki ma az egyházi hierarchia soraiból kerül neki, de egy római századossal is, aki ma a tömegbe lövető rohamrendőrök egyik parancsnoka lehetne. Jézus nem tett kivételt, mindenkinek hirdette az evangéliumot. Vendégeskedett a farizeus Simon házában, aki lehetne egy hithű, erkölcsös, példamutató katolikus, de a tisztátalannak tartott leprás Simonnál is, akire ma úgy tekintenénk, mint egy kábítószeres meleg écesre. Az ember mindig fontosabb volt számára, mint bármiféle rang, címke vagy intézmény. Az akkori többpárti politikai helyzetben sem szitta az ellenséget, a palánk egyik oldalán sem. Voltak ellenségei és meg is ölték. Ő mégis arra tanított minket, hogy a demokráciában is egyetlen megkülönböztető jegyünk kell legyen, nem a politikai korrektség, vagy az erkölcsi felsőbbrendűség, hanem a szeretet. Nem sokkal halál előtt Assisi Szent Ferenc a következőket mondta társainak. Testvérek, kezdjük előről, mert mindez idáig nem tettünk semmit. Hozzáfűzném, testvérek, kezdjünk el végre szeretni. Egyéni szinten tegyünk meg mindent, hogy tovább növekedjünk a szeretetben. Hagyjunk fel mindennel, ami rombol, különösen a pletykával, az ítélkezéssel, és tanuljunk meg osztozni az időnkből,
a pénzünkből, abból, amink van. Ennek a szeretetnek kézzelfogható megvalósítása közösségi szinten részünkről egy szövetség létrehozása, amelynek feladata a fogyatékkal élő testvéreink az értelmükben, látásukban, hallásukban, a mozgásukban sérültek és családjaik személyes segítése. Ennek első lépéseként a Szent Faustina Irgalmasság Háza segítségével 2020. szeptember 12-én Kaposváron szeretnék rendezni egy nagy ünnepet a különféle fogyatékkal élőknek és családtagjaiknak. A rendezvény ökumenikus lesz, és a civil szervezetekkel összefogva kerül megrendezésre. Erre a napra elkértem a Kaposvár arénát, hogy méltó körülmények között színvonalas műsorral ajándékozhassuk meg a szegény és fogyatékkal élő testvéreinket és családtagjaikat. A rendezvény címe Örömhír a szegényeknek, a megtört kenyér és a megtört ember. Mert hitem szerint a misében megtört kenyér, ostya és a megtört emberben is ugyanaz a Krisztus van jelen. Már találkoztunk azokkal a vezetőkkel, akik intézményeikben vagy szervezeteikben élő kapcsolatban vannak a különféle fogyatékkal élő emberekkel. Szükségünk lesz sok-sok önkéntes segítőre, aki szebbé, ünnepélyesebbé teheti a fogyatékkal élő testvéreink számára ezt a napot. Jelentkezni önkéntesnek a program végén a recepciónál lehet. Ezekkel a gondolatokkal kívánok boldog új évet mindnyájatoknak. Köszönöm, hogy meghallgattatok.